No hát, sziasztok! Szép estét mindenkinek! Üdvözlünk titeket ezen a mai Kétfarkú Kutya Népfőiskola online előadáson, aminek a címe Pártprogramok a küszöb alól, avagy Nem vagyunk egyedül Gyula, Tamics Rita előadása lesz, aki meg fogja nekünk mutatni, hogy mire jutott a tanulmányai során készített felmérésével, ahol a küszöb alatti pártoknak a programjait elemezte, a 2022-ben induló pártoknak a programjait, kifejezetten a szociális programokra fókuszálva, de mindenféle más aspektusa is elő fog kerülni. Én Juhász Veronika vagyok, a Kutyapártnak a Budapest második kerületében önkormányzati képviselője, de ma este a Kétfarkú Kutya Népfőiskola főszervezőjeként moderálom, konferálom ezt a mai előadást, együttlétünket. Hát a Kutyapártnál, a Népfőiskolán azt valljuk, hogy aki kíváncsi, annak nincs ideje megöregedni, úgyhogy nektek is főleg nagyon sok jó kérdést kívánunk. Most mielőtt elkezdjük, bevezetésként hadd avassalak be titeket egy pár ilyen teljesen nyílt és nyilvános konyhatitokba így a Népfőiskola berkein belül, ha már úgyis a budai konyhámból jelentkezünk itt be, vagyis hát én, akkor stílszerűen innen ezeket a konyhatitkokat. Az van nálunk most a Népfőiskolánál, hogy egyrészt ugye főszervezőként ennek kifejezetten örülök, hogy bővült a szervezőcsapat. Most már így lassan nagyjából heten leszünk, akik következetesen és tök sok segítséggel összerakják nektek, nekünk az előadásokat, foglalkozásokat. Erre egyébként lehet majd jelentkezni erre a szervezői melóra. Nagyon örülünk minden önkéntesnek, passzivistának, meg fogom itt osztani az e-mail címemet a chatben, hogy itt jelentkezzetek, hogyha van ilyesmi, az kedvetek. Esetleg láthattátok, hogy a Facebook oldalunkon, a Kétfarkú Kutya Népfőiskola Facebookon, így az arculat is egy picit változott. Szeretnénk ezzel így vizuálisan is megjeleníteni azt, hogy az elkövetkezőkben havi kiemelt témáink lesznek. Ezek a havi témák, ezek leginkább a Kutyapártnak valamilyen tematikus tevékenységéhez fognak kapcsolódni, tehát javarészt olyan dolgok, amikre valamilyen tematikus munkacsoportunk is van. Most például januárban a szociális témáknak az MKKP Social Club mentén szentelünk különös figyelmet. Februárban az önkormányzásról is lesz több szó, költségvetésalkotás és részvételi költségvetés, meg egyáltalán részvételi szavazási, döntéshozatali módok is előkerülnek majd, és így tovább. Ugye van nálunk a Zöld Kutya, a környezetvédelemmel foglalkozó tagozat, ezeknek fogunk így havonta nagyobb figyelmet szentelni, és négy kategória köré koncentrálódnak majd az előadások, foglalkozások, amit egy picit vizuálisan is megjelenítettünk, azt láthatjátok ezeken a színes cetliken. Lesznek MKKP témák, ami azt jelenti, hogy valamilyen tevékenységünkhöz kapcsolódik. Aztán a civilség és politika kategória, ami egy nagyon izgalmas dolog, hogy így a civil szervezetek, főleg a társadalmi jelenségekkel, érdekérvényesítéssel, társadalmi részvétellel foglalkozó civil szervezeteknek a tevékenysége talán sokban nagyon hasonlít pártokéra is, és itt a kettő közötti összefüggéseket, meg különbségeket, meg egyáltalán ezeknek a civil szervezeteknek a módszereit szeretnénk így bemutatni, felvonultatni. Aztán lesz egy olyanunk, hogy helyben vagyunk, szeretnénk sok-sok olyan témát országosan megjeleníteni, ami ott közvetlenül vagy egy kis közösségnek, vagy egy településnek a konkrét történeteihez, helyzetéhez kapcsolódik. Lesz így például februárban Mohácson helytörténeti busójárásunk, tehát jól megtanulhat mindenki jól busójárni. És akkor a negyedik kategória az pedig az, amikor ti oktattok, vagyis mi oktatjuk egymást. Bárki jelentkezhet témával oktatónak, és akkor megpróbáljuk beilleszteni ezekbe a kategóriákba a legjobban ezeket a témákat, hogy minél jobban érvényesüljön mindenkinek az előadása. Szóval azt fogjátok majd látni, hogy minden hónapban jelentkezünk új kínálattal, és az nagyjából így fog szerveződni, úgyhogy köszönjük az eddigi figyelmeteket is, és továbbra is várunk titeket szeretettel. A mai előadás a Tamics Rita előadása, az ELTÉ-n a közösség és civil tanulmányok mesterképzésén végezte a kutatását, és erről fogunk ma hallani. Mindenkinek jó
tanulságos szórakozást és jó kérdéseket kívánok. Rita, tiéd a szó. Köszönöm szépen, mindenki jól hall ezek szerint. Tomis Rita vagyok, sokukkal már ismerjük egymást, aki még nem annak örvendek. A Nem vagyunk egyedülve címet adtam az előadásomnak. Igazából először arra gondoltam, hogy valami magasztossal kezdtem. Ez az egyik kedvenc politikai idézetem Móra Ferenctől, a jó ember volt, ami világéletemben halálom után váljak aktív politikussá, mert nagyon sok szatírát és őszinte szerintem magyarsághoz kapcsolódó érzelmet tartalmaz. Sokszor ér ez a kritika minket és MKKP-t is, meg szerintem bárkit, aki bárhol már így utcai politizálásra próbálkozott, hogy én nem foglalkozok a politikával, engem nem érdekel, én azért foglalkozok a politikával, mert a politika akkor is foglalkozik veled, ha te nem, szóval inkább akkor szeretek kontrollba lenni, és szeretek tudatában lenni annak, hogy ki mit, miért, hol csinál, hogyan, és mire veszi fel a támogatásokat, és ez motivált elsődlegesen abban, hogy belevágjak a törpepártokkal foglalkozó kutatásomban, a mai Magyar Szociálpolitika című óra keretein belül. Másodlagosan meg az motivált, hogy rengeteg humorforrás van itt ebben az egész témában, hiszen tényleg a szemet szúró, hogy mondjam, közpénzlopás az már annyira groteszk módon jelenik meg, hogy nem lehet más csak nevetni rajta. Illetve ugye ez lett volna a magasztos bevezető, amit utána lecserélnék egy kevésbé magasztos, de politika mélytörténeti szempontból szórakoztató bevezetőnél. Ezt a videót valószínűleg már sokan láttátok, de azért most levetítem, hogyha aha, ez senkinek se akar elindulni, ugye nem csak nekem nem indul el. Akkor ezt majd az előadás végén fogom levetíteni, hogy most ne menjen vele az idő a videón, amúgy Horn Gyula és Szanyi Tibor látható, és az hangzik el, hogy Horn Gyula mondja Szanyi Tibornak, hogy egyedül vagyunk, ez az 2006-ban hangzott el. Horn Gyuláról azt kell tudni, lehet, hogy triviális lesz, de azért mindent inkább mondok. MSZMI alapító volt 94-98 között Magyarország miniszterelnök, és a vasfüggöny átvágásában vállalt szerepet. És 2006-ban mondja ezt Szanyi Tibornak, aki szintén MSZP törzstag, európai parlamenti képviselő volt sokáig, és 2020 óta pedig az ISZOM, Igen Magyarországért mozgalom cím kapcsán hallhatunk sokat a nevéről, és siránkoznak 2006-ban, ugye az összedi beszéd után, akkor, amikor az MSZP még elsődlegesen vezető erősségű párt, tehát hogy sok minden történt, de egyedül nem voltak, illetve unblock, senki nincsen egyedül a politikai palettán, hiszen például 4 éve 101 darab bejegyzett politikai párt indult a választások során, ami mindennek mondható, csak kevésnek nem. Ez idén egy kicsit, mégis elindul a videó. Egyébként a Szocialista Párt az egyetlen az országban, amelynek nincs szövetséges. Ahogy mondtuk ezt, nincs szövetséges a Magyarországon, nem a Magyar Szocialista Párt. Nincs. Hogy mi lesz a kormánykoalícióm, ez egy más dolog. Én most arról beszélek. Egyedül vagyunk, Tibor. Egyedül. Te meg én, meg a néző. Hát ne. Kivel álljuk össze a nézővel? Tömerékkel? Jobbikkal? Vagy kivel? Hát nincsen. Nincs olyan más politikai erő, amelyel azt mondanánk, na ezzel érdemes lenne nagyon szoros együttműködést kialakítani. Én nem tudok róla, de ha tudtok róla, tudnak, akkor szívesen veszek. Külön pikantériája a dolognak, hogy azóta mindenki mindenkivel összeállt, konkrétan a Tűrmerékkel is összeálltak, de igen, itt nem értek egyet, az állítással nincsen senki egyedül a politikai palettán, és következőkben meg is fogom mutatni, hogy mennyire nincsen senki egyedül, mennyire összefonódnak mindenhol a szállak, és hogy ehhez képest milyen mérsékelt valós politikai cselekedés, aktivitás jelenleg Magyarországon. Az előadás tartalmát láthatjátok még oldalt,
bevezetés, most egy kis fogalmi ismertetés következik, aztán rendkívül szórakoztató pártok és pártprogram bemutatók, majd a beszélgetés kérdezős rész. Ez ilyen alapvető fogalmi tisztázást, mondom, lehet van, akinek triviális lesz, de jobb biztosra menni. A párt az 1989 év 9. évi 33. törvényben lett meghatározva, hogy mégis micsoda, és ez úgy hangzik, hogy a pártok, pártok társadalmi rendeltetés, hogy a nép akarat kialakításához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való állampolgári részvételhez szervezeti kereteket nyújtsanak, tehát az lenne a feladatuk, hogy a nép akarat kinyilvánítását segítsék, és a politika, mint a város, a közösség életének döntéseibe való beleszólást így összefogják és keretezzék. A törpepártnak nincsen hivatalos definíciója, én úgy definiáltam a kutatásomhoz, hogy a parlamenti küszöb alatti, de 2022-ben, mert ugye most idejére koncentrálunk, az országgyűlési választások során nyilvántartásba vett szervezet, tehát ez a hivatalos választás.hu-n elérhető szervezetek listája. Akkor van a pártprogram, ez valamely párt egy-kettő célkitűzéseinek, feladatainak részletes programja, ezt azt hiszem adja magát a magyarázat, illetve a szociális, hiszen főleg a szociális részt néztem tüzetesebben, a szociális, ez a dolgozók anyagi helyzetének további javítására vonatkozó, azzal kapcsolatos, azt szolgáló jóléti munkásvédelmi intézkedések, eredetileg, de ez a fogalom már bőven kibővült, és a társadalmi biztonság, esélyegyenlőség és egyéb területekkel is a szociálpolitika foglalkozik jelenleg. Itt még megjegyezném, hogy a 2011. évi 203-as törvény alapján a parlamenti küszöb alatt az azt jelenti, hogy egyedül induló pártok esetén 5%-ot nem ért el, ketten indulók esetén 10%, hárman indulók esetén pedig a 15%-nál kevesebb koalíciók, tehát párt összefogások nem kerülnek be a parlamentbe, ugye a választások során, tehát a parlamenti küszöb alatt maradnak. Következő, miből lesz a cserebogár, ez még egy kis kitekintésnek a pártalapítás, ugye hogyan lesz valaki párt, hiszen ezek mint a gomba, csak így kinőnek szervezetek, de ahhoz, hogy nyilvántartásba vevődjenek, azért mégis valamit teljesíteni kell, ez véleményem szerint rendkívül kevés. A párt alakulás, a TASZ kisokosa alapján az kell, hogy legalább 10 fő tagja legyen, országos szervezetről beszélünk, 10 fő tagság, elismerni a párttörvény rendelkezéseit, ez a már emlegetett 1989. évi 33. törvény, alapszabályt kell írni, ennek megvannak a maga kritériumai, de amúgy nem egy nehéz feladat, egy alapszabályt összeszerkeszteni, főleg, hogy a bíróság.hu oldalról le lehet tölteni hozzá sablont, illetve a pártokat a bíróság tartja nyilván a civil szervezetek nyilvántartásában, tehát be kell menni egy a leendő pártszékelyhez talán legközelebbi, vagy oda tartozó bíróságra, és a civil szervezetek nyilvántartásába kell vetetni magukat. Ezt, ha megtették, akkor bárhol, bármely 10 fős társaságból lehet tulajdonképpen párt. Ebben a nyilvántartást látjuk, ami most megtörtént, ugye 55 párt indult, ez a 101-hez képest sokkal-sokkal jobb, kimondottan jó arány. Ebből 12 nemzetiségi párt, akivel nem foglalkoztam, hiszen ők nem országos érdekeltségűek, és 9 pedig parlamenti küszöb feletti párt, ezt mindenki tudja, szerintem nem kell elismételni, de a Fidesz-KDNP-re vonatkozik az Egységben Magyarország koalíciójára és a Mi Hazánkra, akik a választások során bekerültek, és így maradt 34 darab párt, akik küszöb alattiak, és bejegyeztették magukat, tehát elvileg politikai aktivitást végeznek Magyarországon. Itt szeretném, ha mindenki felírná magának, vagy esetleg a csehétbe is beküldeném, hogy szerinte hánynak lesz figyelembe vehető programja, tehát 34-ből hány marad, mi lesz az a százalék, amire megjegyzem, nagy jó indulattal azt lehet mondani, hogy ez politikai aktivitás. Hát nyilván csak a kutyapárt. És nem úgymond kamupárt. Amúgy nem, de cseles vagy, mert kritériumokat még nem mondtál, de mi már tippeljünk. Mindjárt,
Nem baj, tippeljetek. De megvárhatj, na jó, akkor tessék, itt a módszertan a kritériumokkal, ezt megvárhatjátok. Az volt a módszertanom, hogy először a forrásokat néztem, elsődlegesen a hivatalos honlap keresése, vagyis elsődlegesen a választás.hu-n a bejegyzés keresése, de az ugye már túl vagyunk, hivatalos honlap. Másodlagosan vettem figyelembe, ami nem honlap, de hivatalos kodó felület, Facebook, Instagram, Blogspot. Van, akinek Facebook csoport jutott, van, akinek csak egy Facebook felhasználó, az megint egy jó kérdés, hogy hova sorolódik majd, illetve külső hivatkozások volt, ha már tényleg nagyon kétségbe estem, ez az adjukössze.hu-n, az adjukössze.hu-n az összes szervezet megtalálható, tehát adakozni mindenkinek lehet, attól függetlenül, hogy bármilyen cselekvést végez itt a szociális területen, vagy akármilyen politikai területen, illetve cikkek, volt egy HVG cikk, azt majd a lentiekben linkelem, meg elérhető lesz az irodalomjegyzékem is, amiben 9 pártot mondtak ki kamupártnak, de én nem értek egyet a HVG-vel. A második szempont a releváns információ, hogy ezen a honlapon, vagy bárhol van-e program, olyan, amire kiírják, hogy ez a mi programunk, ha igen, milyen formában, ha nem, miért nem, vagy mi van helyette, illetve az, hogy milyen aktív cselekvő részvételiséggel rendelkezik az adott szervezettel, szerveznek-e rendszeresen találkozókat, bármilyen akció elérhető-e, amit ők fémjeleznek, és utána értékeltem, hogy megfelele, működő pártnak mondható-e, vagy sem. Kezdjük is, az első... Oké, várj, akkor hogyha, mert akkor itt már vannak tippek, ez tök jó. Akkor, hogyha ha feltesszük, hogy a HVG létező, akkor mondjuk a kutyapárt mellett még a Hollórend pártjára szavazok, hogy az így van. Kettő. Nem mondd el előre, hát most lelövöd a poént. Beírtuk az eseménybe. Nem 9, hanem 10-től kezdődik, jó, igaz. Tippeg esetek, majd utána össze lehet hasonlítani. Sajnos díjakat most nem hoztam, úgyhogy nem verseny, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi lesz utána a véleményetek nektek. Szóval első delikvensük a Haza pártja, nekik van hivatalos honlapjuk, körülbelül okésan működik, nem szúrja a szemet annyira, de nem is egy túl minőségi alkotás. 2012-ben alapultak, Kásler Árpád nevét lehet, hogy többen már ismerik, ő a devizahitelesek kifosztása ellen ágált állandóan, ez az ő rendje. Önbevallásosan centralisták, az életem egyik legszórakoztatóbb csavarját találtam meg a választás.hu-n, mert őket a Mi Hazánk mozgalom és a Magyar Munkáspárt együttesen támogatja, ez nem tudom, hogy hogy jött létre, de azon a tárgyaláson nagyon szeretnék ott lenni, amikor ez a hármas szövetség így megszületett, tehát hogy még egyszer a szélsőjobbos Mi Hazánk mozgalom és a szélső balos Magyar Munkáspárt egyszerre támogatja a Haza pártját. Az utolsó ismert programjuk azonban 2019-ből való, az európai parlamenti választásokra indultak, tehát 2022-ben program szintjén nem számítanak, nem vehetők számításba. Ennek ellenére bejegyeztették magukat. Fogalmam sincs, hogy miért, mert sehol nem indítottak jelöltet, és nem produkáltak semmilyen aktivitást azon kívül, hogy ők párt. Akkor van a mi pártunk, az IMA. Semmilyen elérhető hivatalos honlapjuk nincsen, külső forrásból azt találtam, hogy egy Száva Vince nevű úriember a vezetőjük, 2018 óta léteznek, akkor is már bejegyeztették magukat, és semmi, csak ilyen töltelék párt, ők nem feleltek meg szintén. Demokrata párt, az egyik demokrata párt, nekik sincsen elérhető hivatalos honlapjuk, de van egy Facebook oldaluk 2018-ból, azonban ez nem tartalmaz semmilyen programról információt, semmilyen gondolatot nem tartalmaz, egy-két cikk van továbbosztva rajta. A HVG-n találtam róluk összvisz annyit, hogy 2016 óta léteznek, Kósa Sándornak hívják a vezetőjüket, és Budapest második kerületébe jegyzik magukat. Ennyi. A HVG szerint kamupártnak számítanak. Én ezzel itt most egyetértek. Na, igen, de ők se
nem vehető figyelembe. Akkor van a demokratikus kartapárt, még egy párt, akiről nem tudunk semmit, se honlap, semmi, HVG értesüléseiből 2018 óta mégis folyamatosan jegyzik magukat, Pinter Zoltánnak hívják a vezetőjüket, és Mohácson aktívak, ez Baranya megye. Ennyi, nincs róla mit beszélni. Egészséges Magyarországért választási párt, MVP, nem tudom ki az, aki már hallott róluk, de nekik van saját honlapjuk, illetve a HVG cikkben is szerepelnek. 2021 óta aktívak, Tárkányi Sándornak hívják a vezetőjüket, Geberjén vannak bejegyezve, Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kis falucskába, itt oldalt látható a logójuk, ami a régi forintnak a dizájnjával él. Szociális megközelítésünk című fület találtam, ez ugye nem pártprogram, de most a legközelebbi ahhoz. Minimál nyugdíjat ígérnek, szociális juttatásukat, a mindenkori minimálbér 50%-ában akarják rögzíteni a minimál nyugdíjat, két hetente fizetést, béremelést, alapvető élelmiszerek forgalmi adóját 0%-ra csökkentenék, az önkéntesség kultúráját meg akarják honosítani, társadalmi békét akarnak elhozni, hátrányos helyzetűeket felzárkóztatni, illetve diák nyugdíjas programokat indítani, aminek kereteiben belül diákok örökbefogadnak nyugdíjasokat. Az, hogy ezt mi alapján, hogy csinálnák, arról semmit nem találtam, illetve aktivitásról sincsen szó, szóval nem feleltek volna meg, de mégis megadtam nekik a pipát, mert itt még fiatal voltam, és lelkes, és legalább egy valami programot összeraktak. A későbbiekben ezzel lehet szigorúbban kellett volna élni, de mivel így kezdtem el, azért ezt még hozzáadom a kritériumokhoz, hogy ahol összeraktak programot, hiába nem írták le pontosan a megvalósítási pontokat, így program szempontból megadom a DAN matricát. Akkor egyenlőség, roma párt, ERP, ilyenünk is van, nekik is csak Facebook csoportjuk elérhető, semmi hivatalos honlap, ebben a csoportban 911 darab tag van, én jelentkeztem, nem vettek be, úgyhogy semmi más nem tudtam megtudni róluk, csak annyit, ami a kiírásban volt, ez a 2016-ot tartalmazta azt, hogy a romákért vannak, és hogy Putnokon, ez Borsodba Új-Zemlén megye, semmi más nem érhető. A mai napig benn van a jelentkezésem a csoportból, én mindig nem engedtek be, úgyhogy őket nem tudtam tovább vizsgálni, de nem is tartom értelmezhető a politikai cselekvőnek. Értelmes magyarok pártja, IMP, semmit nem tudunk róluk, nem tudjuk, hogy milyenek az értelmes magyarok, kicsodák, mitől értelmesek. Kamupárt leleplező jellegű írásokban megjelenik a nevük, nem tudom elítelni ezeket az írásokat, nem számítanak ők se. Független vidéki demokrata párt, FVDP, semmi honlap, semmi aktivitás, Facebook oldallal rendelkeznek, ezen mások cikkeit osztogatják tovább. Itt a linkeket bárkinek nagyon szívesen elküldöm, aki utána majd még szeretne kalandozni, mert rendkívül szórakoztató a látvány néhol, de mivel nincsen hivatalos programjuk, rajtuk is csak tovább haladunk. Vannak, léteznek, beegyezettek, politikai aktivitást nem csinálnak. Hátrányos helyzetű emberek pártja, HHEP, nekik van honlapjuk, 2018-ban indultak, Bodor Sándor vezetőjük, és Szegedre jegyzik magukat. Az az érdekesség, hogy a mai napig aktív a Facebook felületük, van egy 15 pontos programjuk, de semmi külön szociális dolgot nem említenek, ők főleg azt emelik ki, hogy migrációs kérdésben kormánypártiak, a mély szegénységben lévők megsegítését ilyen leírásból ki lehetett hámozni, illetve az, hogy igazságtalan nyugdíjrendszer átalakítása, az érdekes, hogy kormánypárti akt, de közben kritikát is megfogalmaztak, illetve egy hajléktalan törvényt akarnak kidolgozni, de erről semmi többet nem írtak, hogy milyen törvény, kire, hogy, miért, de ez lenne a neve, hogy hajléktalan törvény. Ennek ellenére a mezőnyben megkapják a pipát, mert még Szegeden egy darab gyűlés fel is volt feltalálható tőlük, februárban talán a választások környékén, vagy márciusban gyűltek, valamiféle politikai cselekvést végeztek.
akkor a hollórendpárt, ezt már mindenki nagyon várta, itt ez az úriember. Nincsen hivatalos honlapja, sajnos én nagyon szívesen nézegetném Nyerges Andrét, 2022 egy személyben egyeztette be magát, ezt a Facebook oldalt csak azért érdemes felkeresni, mert látjátok, ez a kép van megosztva naponta legalább háromszor, és a szöveg az vagy az, hogy önazonosság, vagy az, hogy a kedvesség erő, vagy az, hogy az igazi nagyság mértéke nem a pénz, vagy az, hogy becsület, igazság, szeretet. És ugyanez a kép váltakozó feliratokkal, és így naponta 5-6-szor továbbosztva, 30-40 lájkkal. Program sajnos nem található, úgyhogy hiába ez a hihetetlen szórakoztató multimédia hadviselés, amit csinált az úriember, én nem adom meg neki a politikai cselekvés matricát. Akkor igen, szolidaritás Magyarországért mozgalom, az ISZOM, azt hiszem erről is már sokan hallottatok. Az ő honlapjukat érdemes felkeresni, hiszen ahhoz képest, hogy milyen a többi pártnak a szituációja, ez egy nagyon-nagyon korrekt honlap. 2022 óta vannak már, az említett Szanyi Tibor volt európai parlamenti képviselő, alapította, és a Magyar Munkáspárttal vannak koalícióban, illetve a hazapártjával, megsugom a Magyar Munkáspártot, kimondottan az a Türmer Gyula fémjelzi, akivel Horn Gyula azt mondta, hogy még véletlenül se fogna össze. Elsődleges céljuknak a társadalmi jólét, modern szocializmus formában való megteremtését adták meg. Van a Szociális Európa programjuk, évszakonta tartanának takarékos napot, szociális alkotmányt is létrehoznának, havi nettó 250 000 minimálbért fizetnének és családtámogatást. A szociális alkotmány alapja a munkalakás tisztességes élet lenne, a mottójuk a krumplileves legyen krumplileves, ezt tudták így. Valamiből 100 000 forint szociális minimum jövedelmet adnának, 50 000 forintos nyugdíjkiegészítést, plusz családi pótlékot, duplán kapnának az egyszülősök családi pótlékot, otthonápolást munkának elismernék, hajléktalanság nem bűn, ezt is így kijelentik a programban, ingyen közlekedést vezetnének be, a melegházasságot is bevezetnék, és a nőknek nem kettessel kezdődne a személyi száma, hanem a X-el, a férfiaknak pedig Y-nal, ratifikálnák az isztambuli egyezményt, és mindenhez bevezetnék a közösségi szolgálatot, ami a sorkatonaság egy modern formája lenne. Ez mind megtalálható a Kádár János program nevű programpont alatt. Egy olvasmánynak érdekes az, hogy ezt miből, hogyan kiviteleznék ki, arról semmit nem mondtak, ellenben a választások folyamán pultoztak, gyűléseket is tartottak itt az én körzetemnél, Új-Budán kimondottan aktív dolgokat mutattak fel, úgyhogy igazából elismerem őket, mint politikai cselekvőnek. Megköveteli a Sinány mezőny a jó szívűséget, ennyit tudok mondani. Következő delikvensünk közösen Magyarországért párt, KMP. Nincsen honlap. Rafael, valaki egy képet találtam, ahol ott sem volt az úriember, de nem tudtam leolvasni a nevét. Gyoma Endrődről jegyeztette be magát, ez Békés megye. Egy Facebook oldaluk, ahol nem történik semmi, és programkiírás, semmi, de még egy ilyen hitvallás, motto semmi nincsen, úgyhogy őket se fogadjuk el. Le az adók 75%-ával pártna, velük már azért találkozhatott az, aki egy kicsit aktívabban figyelemmel követi a politikai mozgásokat Magyarországon. Augusztusban nevet változtattak, régebben libertárius párt voltak, ez az amerikai libertarianizmus, libertárius mozgalomnak a legyökerezése ide hozzánk, az a liberalizmus, szabad piac, individualizmus, extrémitásokba való gyakorlását jelenti a libertárius mozgalom, mindenben szabad piaci a vára döntenének. 2019 óta jegyeztették be magukat, Gábori László Balázs, Budapest, de most már az Ecsenyi család, főleg Ecsenyi Áron fémjelzi. Nincsen szociális programjuk, ellenben magánnyugdíjasítanának, magánegészségügy, magánoktatást vezetnének be, tehát a már meglévő szociális rendszereket tulajdonképpen feloszlatnák,
és az egyik érdekes kijelentésük az, hogy a jelenlegi bérminimum követelménye alatti munkavállalást engedélyezzük, tehát tulajdonképpen kialakulhatna egy ilyen kínai típusú gyári rendszer, hogy a megélhetés alatti egy centekért dolgozzanak 14 órákat emberek, akik mondjuk nem tudtak máshol elhelyezkedni. Ellenben ők mondjuk demonstráltak, főleg a Covid alatt sokat, részt vesznek nagyon sok mindenben, előadásokban, mivel nincsen szociális programjuk, nehezen, de azért kapnak egy matricát, hiszen van programjuk, csak tulajdonképpen más programoknak az eltörléséről szól. Következő delikvens a Magyar Igazság és Életpártja, a MIÉP, nekik csodálatos honlapjuk van, Csurka István alapította őket 1994-ben, róla egy pár szót talán érdemes, mert többször feljön a neve cikkekben, beszélgetésekben. Aki nem tudná, volt MDFS, 93-ban kilépett, megalapítja a MIÉP-et Budapesten. Támogatja őket a Zöldek vesz a normális emberek pártja, ez így egybe lesz egy párt, majd velük is foglalkozunk, csak vannak sima zöldek is, de hogy a sima zöldek az nem a Zöldek vesz a normális emberek pártja, ez kettő ilyen létező van. Erősen legisták minden törvényekkel szeretnének fenntartani, a fentről kifejtett hatalmi erőben hisznek, és az erőszak szervezetekben a munkát tisztességesen meg kell fizetni, a mottójuk, munkahelyet teremtenének építkezésekkel, kiléptetnék Magyarországot az EU-ból, ezért az oktatást, a nevelést, az iskolát azonnal ki kell ragadni a neoliberális rombolók kezéből, és magyarrá korszerűvé és célszerűvé tenni, szól az oktatási programjuk. Magyarságnak kedveznének a családpolitikába, de ez nincsen definiálva, hogy mit jelent, vagy mi alapján, vagy személyi szám, személyigazolvány, mi kell ahhoz, hogy a magyarság tagjává avathasd magad, illetve a cigányoknak olyan munkát kell adni, amit el tudnak végezni, ezután meg kell kezdeni szakképzésüket és iskolázásukat, jegyzi még a szociálisnak mondható program részük. Az oktatáshoz még annyit, hogy az idegenség szellemét száműzni, értelmes keresztény magyar a nemzet történelmi emlékeit átörökíteni képes gyermekeit tisztességgel felnevelő családok támogatása, nemet mondani a liberál bolsevizmusra, elejét kell venni a cigányság városba ömlésének és bűnöző társaságba tömörülésének, le kell szoktatni őket arról, hogy mindig mást hibáztassanak, kötelező alapfokú oktatás cigányoknak, igen, de szegregált iskolákban, csak akkor közös, ha megfelelnek a körülményeknek, és önkormányzati decentralizáció, ezek további pontok, amik így egy mondatként szerepelnek, mint program, se kifejtés, se definiálás, semmi, de szerepelnek állítások, igazából megfelel olyan szempontból, hogy valamit csinál, az, hogy mit, meg hogyan, azt mindenki értékelje saját magának, talán így a hallottak, meg az olvasottak nyomán. Következő párt, az az érdekes, hogy a legtöbb magyar valami párt, az csinál dolgokat, nem is tudom, hogy a magyar két farkutya pártól is így van ez, ez egy nagyon nehéz kutatás volt igazából, majdnem beletört a bicskám, de elértem a honlapukat, 2006-ban alapult a Kovács Gergely Dömes Zsuzsanna a társelnök, a Budapest, programjuk a Lev-Tolsztoj háború és békéje, harmadik olvasásra sem tartalmazott külön szociális programot, ellenben ezt azt hiszem nem kell nektek bemutatni, a politika egy fogyasztható terméket, egy csinálható eszköz jelikére tényleg folyamatos akciók történnek, dolgokat csinálnak, főprofiljuk a street art, a szociális ügyekben való segítkezés, a Jósán Ékatéka, ami a közpénztékozlásról szól, és minden választás alkalmával a kormányzati pénzek tulajdonképpen kiosztásra kerülnek civil szervezetekhez és egyéb szociális szükségben szenvedő felekhez, illetve az MKKP Szociál, ami folyamatosan önmagában is jelen van, és kvázi egy civil szervezetként működik, például a nyugati sátorral a háború kitörése után, az ukrajnai orosz háború kitörése után is hónapokon át egy szemében szinte álltak helyt. Ők megkapták a programmal rendelkező politikai aktivitást végző kis matricát.
Egy pillanat, mert attól félek, hogy átugrottunk egyet, nem ugrottunk át. Következő, a Magyar Liberális Párt liberálisok, a Magyar Liberális Párt liberál, ezt azért így írtam föl, mert nem írtam kihagyni, ők rosszul adták be a nevüket a választási.hu oldalon, és úgy van leírva, hogy ez a nevük, hogy Magyar Liberális Párt liberál, aztán jönne a rövidítés, hogy liberálisok, de ezt így egybeírták kötőjele, és a rövidítés részhez meg csak annyi van kiírva, hogy Magyar Liberális Párt liberál, mert ugye oda már nem fért ki a szótagszám, gondolom megvan adva, hogy mennyit lehet rövidíteni, de mivel ez így szerepel hivatalosan, én is így írtam fel. Nekik van honlapjuk, és érdekes, hogy nem hallottam róluk, pedig a Bőszanet jegyzi, és ugye a Bőszanet elég aktív volt az Egységben Magyarország demonstrációi során, 2014 óta léteznek Budapesten, a Demokratikus Koalícióval közösen vettek részt a választásukon, de mégse számítanak bele az Egységben Magyarországért, azért kerültek itt külön gorcső alá. Van szociálpolitikai programjuk, ez annyit mond, hogy állampolgári öngondoskodást kell szorgalmazni, piacpártiság, de szociális érzékenységgel egyszerre, felzárkóztatás, rászorultsági alapú szociálpolitika. Ezt konkrétan tényleg ezzel a három mondattal írják le, semmi kifejtés nincs, lennének kérdéseim hozzájuk, hogy mit, hogy, de mivel gondolnak valamit, és állítanak legalább valamit, ezért megkapják a politikai aktivitás matricát, illetve Bőszanet, mint képviselő személyesen tényleg sokat dolgozott, pultozott, lement vidékre, hogy ilyen lőzunggal éljek, úgyhogy igen. Következő a Magyar Munkáspárt. Mint mondtam, a magyarra kezdődő pártok eléggé komolyan szokták venni magukat, annak ellenére, hogy volt egy bemutató videóval kezdődik a honlapjuk, van hivatalos honlapjuk, aminek az a címe, hogy 10 perc türmerre, és 20 perces a videó, ezt én nem nyitottam meg, mert azonnal indulásból becsapva éreztem magam. 89-ben alapított a Türmer Gyula a rendszerváltás során, Budapestre jegyzik magukat, a hazapártja és az igen szolidaritásért Magyarországért mozgalom támogatja őket, munkajog, sztrájkjog, nyugdíjkorhatár, csökkentése a nőknek 55, férfiaknak 60 év, állami egészségügy, állami oktatás, első munkahely, bérlakás fiataloknak, minden állami kézből lenne kiutalva, mindenki vállalhatja, de senki nem erőltetheti másokra a másságát, tehát ők egy kicsit szolidabbak ezzel a melegházassággal, mint az ISZOM a koalíciós partnerük. Az EU kilépést pedig ugyanúgy szorgalmaznák, mint a miép, így a politikai patkó két végéről. Ennek ellenére megkapják a DAN pecsétet, hiszen tényleg összerakott, használható honlap, használható program, gondolatok vannak mögötte, és politikai aktivitás is, tehát tulajdonképpen megfelelnek a kritériumoknak. Akkor a Magyar Nemzeti Párt, MNP, nekik is van honlapjuk, ez valami csehszlovákiai pártnak a leszármazásából taglalják magukat, de ez kicsit ilyen ingoványos talaj a leírás a honlapon, most nem tér ki rá a kutatásom. 2006 óta vannak, Németh Tamás, Fejér megye, az a 2006-os zavargások indították az úriembert arra, hogy ő maga és a politika mezeire lépjen, és van szociálpolitika fülük, tehát szociálpolitikai programjuk, mondásaik, mi szerint olyan nemzetpolitikát kell folytatni, ami elősegíti a magyar nemzet népesség növekedését, a miként és hogyan igazából nincs kifejtve, nem árulok el nagy titkot, hogy szinte sehol nincsen kifejtve, tehát ezt nem kap választ rá az egyszeri olvasó. Megélhetés biztosítása a fontos bérrendezéssel, állami első lakás a fiataloknak, ugye ilyet már láttunk a munkáspártnál, hogy vannak átfedések, főállású anyaság bevezetése, bölcsődei, óvodai férőhelyek növelése, anyák munkahelyi visszahelyezkedésének támogatása, minimálbér egyenlő lenne a mindenkori nyugdíjjal, magánnyugdíjpénztárak újranyitása, tisztességes élet a fogyatékkal élőknek, ezek így szerepelnek tételesen, illetve volt egy érdekes pontjuk még az, hogy egészségesebb élelmiszerek vásárlásra kötereznék az állampolgárokat, de csak a magyar állampolgárokat. Nem tudom ezt, hogy kell elképzelni, de egészségesebb élelmiszerekkel egészségesebb lenne a nemzet, és valószínűleg
több gyermek is születne az ő elképzelésükben. Egy szó, mint száz. Állítanak dolgokat, aktivitást végeznek, gyűléseket tartottak, kész, számíthatnak. Magyar Reform Párt, ők az, akik a választási oldalon kívül semmi, de hogy sehol, ennyire semmi, hogy még egy cikk se semmi, ez kirívó, első helyezett, de nem számít sehol máshol viszont első helyezettnek, mert csak beegyeztették magukat, és ennyi. Akkor a Magyar Szegények és Dolgozók Demokratikus Szervezete, MSZDDS, őket nem szabad összekeverni a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével, az MSZEDDS-szel. Én órákat töltöttem vele, hogy rájöjjek, hogy van a közük egymáshoz, de nincsen. Ők, nekik csak Facebook csoportjuk van, 419 taggal, ebbe is jelentkeztem. Tadám, a mai napig nem kerültem be. Ha egyszer bekerülök, akkor felrakom nekik a kérdéseimet, és frissítem az előadást, de ez még nem történt meg, és így semmit nem tudtam róluk kideríteni, úgyhogy tovább. Akkor nem tovább. Magyarországi Munkáspárt 2006 nevű párt is létezik, európai baloldalnak rövidítik magukat, akik van honlapjuk, 2006-ban jegyeződtek be, szintén egy ilyen MSZP kiugrás, Vajnai Attila jegyzi Pécsről, és meglepően aktívak. Ők tartanak baloldali fesztivált évente, van baloldali fórum, ami ilyen havi rendszerességgel, előadásokkal, mindennel offline és online is működnek, de programjuk nincs, csak egy angol Manifesto of the European Left, amiben általános dolgokat lehet olvasni, munkahelyteremtés, bocsánat, egyenlőség, világa, béke, peace, peace, love. Nem számítanak, mert nincs program, tényleg az, hogy szeressétek egymást, az nem program. Ez egy jófajta állítás, meg állítás, de nem politikai állítás. Megoldás, mozgalom, memo, ez erről is szerintem már sokan, mindenki hallott valószínűleg, van, akinek meg is gyűlt velük a picskája. Van honlapjuk, rendesen összerakott honlapjuk, 21-ben jegyeztette be Gattyán György milliómos őket Budapestre, ő itt az Ulyánban látható a képen. Programjuk nincs, de ilyen képek vannak a honlapon, amire feliratokat tettek fel, és ebből szűrtem ki a felhívás címszó alatt, ebből szűrtem ki a szociális részre vonatkozókat, de nagy részt az lefedi az összes mondásukat. Anyák otthoni munka végzését támogatnák, ingyen laptop minden 14. életévét betöltött diáknak, ezt nem tudom, hogy miből, saját zsebből vagy állami pénzből akarják, azonnali 10% béremelés a pedagógusoknak, ez sajnos az infláció követő béremelésnek sem felelne meg most már, mennyit változott egy év alatt a világ, ugye? Korkedvezményes nyugdíj, sztrájkjog rehabilitációja, és fogadj örökbe egy magányos szép korút, visszatérünk a nyugdíjas örökbefogadós programokhoz, ez is egy érdekes vonulat szerintem, illetve van egy ilyen támogatójuk, vagy egy ilyen alapítványuk, a Tisztelet Társaság, Titán, amivel a 12 pont a nyugdíjasokért alkották meg. Igazából megfelel a kritériumainknak, úgyhogy okék. Mindent a cigányokért fórum párt, MCFP, semmi honlap, jelölő szervezeti bejegyzés csak, illetve Ráckevén találtam egy házat, ahova az ő székházuk van, így jelölve az adjuk összeponthus gyűjtéshez. Nem, de semmi, nem vehetőek figyelembe egyszerűen. Normális élet pártja, normális párt vagy nép, na nekik van honlapjuk, 2021-ben jegyeződtek be Gődény György Nyíregyházáról, és van szociális programjuk is, jelen szociálpolitika, kisebbségi politika, mondják ők, ezért többségivé kell újra tenni, nem tudom miért újra, hogy nem mondják meg, mikor volt többségi politika, szociálpolitika, de ezt állítják. Emberközpontúságot követelnek, környezetvédelmet, nyugdíjrendezést, megélhetési gyerekvállalás berekesztését, nevelőszülői hálózat korszerűsítését, méltányos időskort adni az időseinknek, és szociális lakásügynökséget hoznának létre, az üres ingatlanokat értékesítenék a rászorulóknak.
állítanak dolgokat, hogy megkapják a pecsétet. Azt hiszem, azóta is eljárás folyik ellenük, hiszen ők illegális adathalászásba kezdtek még a választások előtt. Itt térnék ki egy nagyon fontos megjegyzésre, ha valaki elgondolkodott volna, hogy én miért megyek ki végig ezeken a pártokon, és ilyen miért foglalkozok olyanokkal, akik semmit nem állítanak, látszólagosan az interneten. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, itt kimondottan a népnél jött elő, mert annak ellenére, hogy viccesnek tűnnek, és tényleg groteszkek, abszurdak, hozzá nem értőek, aktivitás nélküliek, de nagyon sok esetben lokálisan bizony elérik a legkiszolgáltatottabb embereket. Így tudtak ők is adathalászni, mert nem tudta az egyszeri rákattintó, hogy ő miért adja meg a személyi számát, hanem csak beírta, hogy jó, igen, jelentkezem a hírlevélre. Ráadásul targetáltan, tehát messenger üzenetekbe keresték fel az embereket, és az összes több ilyen kis párt, amit mondok, hogy ide vagy oda van bejegyezve, az kell figyelembe venni, hogy ott helyileg valószínűleg ismert az alapító, valószínűleg van több mint 10 fős tagsága, ami egy kis községnél, falunál soknak számít, 10 fő, aki ugyanazt állítja, aki megpróbál meggyőzni másokat, és bizony eléri a kiszolgáltatott rétegeket, és a politikai tudatosságot csak homályosítja a világról ellenőrizetlen, fals információkkal, fake news-zal terít olyan területeket, ahol a legnagyobb szükség lenne a tudatosságra, és a szövegértésre, a politikai értési nevelésre. Úgyhogy érdemes szerintem őket így elővenni, és legalább annyi eszközzel, hogy egy ilyen előadás keretein belül rámutatni a kártékonyságukra. Polgári válasz mozgalom a következő delikvensünk, a polgári válasz, nekik van a honlapjuk, ők 2020-ban indultak, Bencsik János Jobbikból kiválva Kalocsáról indította őket. Bocsánatot kérek. De a programjuk még nincsen, alapító nyilatkozatot és KT-t, katekizmust a keresztény tanban az oktatás szolgálja, tehát egy KT-jük van. Ilyen erős jobboldali keresztény alapokra helyezik magukat. Az az érdekes, hogy ők aktívak, benne vannak szerintem így a politikai életben, legalábbis szerveződnek, nyáron nagyon aktívak voltak fesztiválokon, így a fiatalok körében, de mivel programot valamiért nem tettek össze, én megmondom, itt meglepődtem, azt hittem nekik lesz, ezért nem számítanak bele ők sem az aktív politikai résztvevőkbe. Ennek ellenére egy bejegyeztetést tettek. Még egy érdekességnek megjegyzem, hogy a legtöbben, akik bejegyeztették magukat, de nincsen programjuk, nem is indítottak jelöltet. Tehát tényleg semmi föl se vették az aláíró íveket, vagy bármi, csupán ezt a gesztust tették meg, meg gondolom a mindenféle párt támogatási pénzeket veszik fel. Akkor reformerek, nemzetpárt, reformerek, nekik van honlapjuk, 21-ből indultak, Varga Dam Andrea volt jobbikos képviselő Balaton környékéről valahonnan, ott a Badacsony látszik, de pontos helyet nem találtam a honlapukon. Program képek vannak megint, tehát nem egy program, de képek, amikre felírnak dolgokat, ebből a szociális dolgok, a 100 000 forint alapnyugdíj és nem emelkedő nyugdíjkorhatár, állami egészségügy, leszakadó társadalmi csoportok megvédése, a vidék paradicsom legyen hatalmas betűkkel, munkavállalók törvénye, devizahitelek, forintalapú újraszámolása követelése, gyerekközpontú oktatás, béketeremtés a magyarság táborában. Ezek is igazából így első hallásra korrekt mondani valók, megvalósításban nem tesznek sokat, de aktivitást mutattak a 2022-es választások környékén, ami mostani kutatásomnak fókuszában volt, azóta mondjuk nem mutatnak aktivitást, de ez megint csak lábjegyzet, ezért megkapják a pecsétet. Szabad Magyar Demokratikus Párt, SMDP, most már az S betűnél tartunk, tartsatok ki, ezt tudom, hogy hosszú rész, de mint mondtam, fontos szerintem látni, hogy mégis kik, mik, hol, mit, miért.
SMDP, nincsen hivatalos oldaluk, nekik csak Facebook felhasználójuk van, ez rendkívül meglepett, tehát hogy belőlük is csak egy ilyen van, ők az első helyezettek a Facebook használati versenyben. Bejelöltem őket barátnak, de nem jelöltek vissza, úgyhogy nem tudtam kérdezősködni. Ha visszaelőnek, akkor frissítem az információkat. Nincsen értékelhető programjuk ellenben. Van egy csodálatos promóciós videójuk. Ezt én most megpróbálom levetíteni, mert ez szerintem szintén egy politika méptörténeti gyöngyszem, amit érdemes látni. Ebből a videóból nem derül ki, hogy ki csinálja, mi csinálja, miért csinálja. Sem. Így videót, ennyire információ átadás nélküli videót forgatni szerintem már művészet. Nem számítanak, nincsen értékelhető politikai cselekvések, úgyhogy ennél több szót nem is érdemelnek. Szociáldemokrata reformpárt, szintén nincsen oldal, ez is egy nagy fejtörést okozott, szerintem nem összekeverendő a néhai magyar szociáldemokrata párttal, MSZDP-vel, bár nekik volt honlapjuk, és volt egy 2022-es választásokra írt programjuk, a Kétli Anna program, ami egy korrekten összeszedett gondolatokkal rendelkező valami, viszont nem jelölték magukat jelölőszervezetnek, tehát nem vetették be magukat nyilvántartásba, és mondom, próbáltam ilyen összekötéseket keresni, vagy kapcsolódásokat, de nem volt, úgyhogy ennyi, nem számítanak be. Kétli Annáról még elmondanám, aki nem tudja, hogy az MSZDP elnöke volt, és a harmadik Nagy Imre kormány államminisztere 1956-os alak, ilyen a nők a politikában való részvételiségéhez nagyon sokkal járult hozzá, tehát hogy őt például szerintem pozitív egy program névadójának megtenni, de mondom, a Szociáldemokrata Reformpártra ellenben nem tudunk semmit, szóval nem számítanak. Van a Szociáldemokraták Történelmi Pártja, az SZDP, Mellár Renáta, kiemelt projektünk fül létezik, de nincsen semmi szó a szociális ellátórendszerről. Az a baj, hogy nekik meg szerettem volna mutatni az oldalukat, ha minden igaz, most őt fogjátok látni, ti is, a honlapot, igen, tehát ez a honlap, ez a nyitókép, ők van alelnök, kettő is, van a Mellár Renáta elnök, van egy korrekt logójuk, hivatkoznak a nagy történelmi elődre, majd az egyszeri politikai érdeklődő oda megy, hogy hát akkor kiemelt projektünk, mert biztos annak lesz köze a párt programhoz, és kiemelt projektünk alatt egy teljes körű online vállalkozás építő rendszer valamivel várnak, a kiválóságok egy helyen programmal, és ennyi, és semmi, tehát hogy ilyen biznisz dolognak tűnik, szerintem ez egy levetett valami cég honlapnak az átkalibrálása során született, és tényleg nem is értem, miért jó, hogy ők attól még elindulnak. Mondjuk tagságot lehet váltani, de nem is hozzájuk tulajdonképpen, hanem egy ilyen bizniszfejlesztő, jogi tanácsadó valami önszerveződő csapathoz. Hát egy nagyon jót nevettem, amikor megtaláltam őket, egy borongós őszi estén, de ennek ellenére nem számítanak szerintem értékelhető politikai cselekvőnek. Igen. Tisztelet és szabadság párt, a Tisza párt, nekik van honlapjuk, 2021-ben alapultak, Dák, Boltisár, Egerből, van programunk is, 20 pontban, minimál nyugdíj, 75 ezer forint, először majd 110 ezer forint, 2023-ra 13. havi nyugdíjat visszaállítanák, ez most egy népszerű lőzünk, kisebbségi felzárkóztatás, ingyenes nyelvvizsga, igazság a devizakárosultaknak, érdekes, hogy ők nem fogtak össze a hazapártjával, és a 20-as pont pedig a COVID-járvány alatt több mint 600 árván maradt gyerek támogatása. Nem tudom, hogy miért ez a 600, és másik 600 miért nem, de ezeket állítják magukról, és
ők is tartanak gyűléseket, összejöveteleket, úgyhogy számítanak politikai aktivitás szempontjából. Egy megint csodálatos gyöngyszem, ez a Vállalkozók Szövetsége, a Reformokért Vállalkozók Szövetsége. Nem tudom nekik, miért kellett pártnak lenni, vagy mert nem jelöltek senkit, nem indítottak senkit, nincsen semmiük, csak 2 darab közleményt adtak ki az Országos Sajtószolgálat honlapján, hogy Márki-Zay Pétert támogatják. Ennyi, 2 ilyen nagyon rövid kis cikk. Nem, köszönjük, nem. Valódi Demokrata Párt VD, nem valódi demokrata párt, nincsen róluk semmi, elérhetetlenek. Egy Facebook oldal, amiről ilyen teljesen értékelhetetlen forrásból származó, tulajdonképpen nem kapcsolódó cikkeket osztogatnak meg. Köszönjük szépen, nem. Itt a zöldek vesző a normális emberek pártja, akik zöldeknek rövidítik magukat. Róluk sose hallottam. Medvecki Zoltán indította őket, van a zöldállam.hu honlapjuk. A Magyar Igazság és Élet pártjával támogatják egymást, ugyebár a programuk főként a biokertészet, természetgyógyászat, ökológikus építkezés a tantervben ingyen oktatást tartalmazza. Azt mondják, hogy kisebb hangsúlyt kéne helyezni a nyelvtanulásra, mert minek az? A lakosság felkészítése, az áram, az üzemanyag, az élelmiszer és a közszükségleti cikkek hiányára, tehát lenne ilyen túlélő program mindenkinek, hogy megéljünk a jéghátán is. Állampolgári jogon társadalombiztosítás, örökölhető nyugdíj, semmilyen, nem írják, hogy meddig örökölhető, vagy akkor az 5. unokáig, vagy hogy, de ez egy érdekes gondolat azért. Semmilyen munkavégzési korlátozás, ezzel mondjuk a leazzadós párttal, leves párttal foghatnak kezet, és az alapítványos egyesületek pártok létesítési szabályai a 1990-es évi állapotokra és feltételekre legyen visszaállítva, tehát egy 30 éves korszakugrást szeretnének, csak ugyebár visszafele. Az az érdekes, hogy ilyen szempontban megfeleltek, mint párt, aki programmal rendelkezik, és még ők is aktivizálták magukat a választások környékén, és messenger üzenetekbe kereskedtek fel állampolgárokat. Mint mondottam, úgy gondolom, hogy ez általában a legkiszolgáltatottabb emberekre szokott irányulni, és sajnos valamilyen szinten működni is. És van a zöldek pártja, akik veszel nélkül csak így zöldek pártja, de róluk nem tudunk semmit. Egy inaktív blog van, illetve egy Facebook oldaluk, de tényleg teljesen értelmezhetetlen, hogy egyáltalán miért, vagy hogy, vagy ki, úgyhogy nem. És ezzel a végére is értünk, hosszú volt, tudom, de ez az összes 34 párt, aki bejegyeztette magát, és bizony, nagy jó indulattal 14-nek mondtam én azt, hogy van olyan programja, vagy olyan politikai cselekvése, ami számít, ami akármit jelent. Nem tudom, hogy megnézem mindjárt a cseten, hogy mennyire volt ez közel, vagy távol a becsléseknek. Az első helyezett az Vász Veronika, Magyar Kétfarkú Kutyapárttal, hiszen ez az egyetlen igaz valós megoldás, csak ugye mégis a szerénység mondatja 13 másikat. Egy kicsit... Ó, Szentgyörgyhegy. Ó, köszönöm szépen, ezt nem tudtam. Csak nem, amúgy a hibás, valami Káptalantóti felől van inkább. Ja, jó. Aztán rájöttem, hogy nem jó, nem stimmelnek a fák. Magyar Nemzeti Párt, ó, de ne jó itt a chat aktivitás, és ezt egy kicsit visszanézem. Hollószínház parafrázis, csodálatos. Ó, nem, Zámbó Árpinál sokkal jobb a Nyerges André. Hát oda van írva, hogy a kedvesség erő, ez ilyen mantra, ezt így fontos minden nap 3-szor tudatosítani. Csak a kutyapárt, 8-5. Hát ja, alul tippeltetek, a 10 talán, igen, itt Csóka Endre 10-en van a legközelebb hozzá. Bizony, mondom, nagyon nagy jó indulattal 14, ez 41... 41,2%, de kétharmadot nem éri el. És itt vannak a következtetéseim, amik levonhatóak még, hogy nagyon sok a formaiak szabályos visszaélés. Ez amikor
ami még tényleg ennek a nagyon kevés kritériumnak megfelel ugyan, de én úgy gondolom, hogy rengeteg kérdés vett fel, amire nem ad választ. Itt látszik, hogy az összes, tehát ez az összes 55 darab pártnak az eloszlása, a küszöb feletti pártok az a 9, az a 16%, nemzetiségi pártok az 22, az 12 darab, ők, akik nem kerültek bele a vizsgálatomba, és itt van a nincs megbízható adat 16%-kal, honlapban program nincs, Facebook oldalban program nincs, az 4 darab, Facebook csoportban program nincs, 2, van a Facebook felhasználós 1 darab, és a küszöb alatti pártok, de van program 14 darab, az 26%. Ezából szerintem ez egy nagyobb szelet, mint én is gondoltam, hogy lesz. Talán ez egy pozitív kicsengése lehet a kutatásnak, és a problémák, és ilyen megjelen, vagy hát gyakorisági sorrendben állítva a nyugdíj, azt látjuk, hogy elsődlegesen mindenhol mindenkit a nyugdíjasok helyzete foglalkoztat, a nyugdíj alacsonsága, illetve ez a fiatalok támogassák az időseket irány, ez nagyon, nagyon erősen jelen van. Második a cigányok, a roma kisebbségek, mindenféle támogatása per hát, kirekesztése adott esetekben sajnos. Harmadik a családok helyzete, ami előjön gyakoriságra, illetve ugye az egyedülálló szülőség, az anyák munkahelye, ez mind-mind ahhoz a nagy halmazhoz tartozik, úgy gondolom. Negyedik helyen van az oktatás, vagy negyedik helyen volt 2022. április 3. a környékén az oktatás, és azóta ezek a pártok is nagyon sok mindent mást is állítottak, van, aki frissítette önmagát, van, aki nem, ugye én a kutatásomat ilyen pontszerűen az időben a választásokra szűkítettem le, ezért ezek a változások még nincsenek benne, de a szeptemberi tanártüntetésekkel nyilván az oktatásra sokkal nagyobb hangsúly is tevődhetett, és futottak még kategória külön a női jogok, a meleg jogok, azért LG-t írtam, mert tulajdonképpen a többi mozaik betűről senki nem szólt, mindenki csak a meleg házasság, leszbikusok és homoszexuális férfiak tekintetében nyilatkozott, a transzexualitással nem foglalkozik külön program szinten senki, illetve a COVID, ami még így felfelütötte a fejét, vagy pedig a COVID intézkedések következményei. És a beszélgetést, ez lenne a kérdéseket is nyugodtan, most megnyitom, de a beszélgetésre fölraktam pár ilyen általános dolgot, ez a miért foglalkozom törpe pártokkal, ezt azt hiszem megválaszoltam, hogy a kiszolgáltatott embereket élik el, ugye mindegyik támogatható, az adjukössze.hu-n, és támogatják is őket, tehát ezek pénzmozgások van, ahol elég egész nagy pénzmozgások, semmilyen munkára, értékelhetetlen munkára, ez szerintem felháborító és így gerázító, és ezért szeretnék ágálni ellene. Illetve a másik fontos aspektus, hogy a jövőben én úgy gondolom, hogy fel fognak jönni ezek a törpepártok, mármint azok, akik tényleges politikai aktivitást és cselekvést végeznek, és bizony nagy pártokkal is kinőhetik magukat, úgyhogy érdemes úgy gondolom az elejétől már figyelni az útjukat. Miért éri meg bejegyeztetni magukat, erre több válasz van, ilyen exakt dolgot nem tudok mondani, de ugye presztízs kérdés lehet valakinek, vagy támogatás, anyagi támogatásbeli kérdés, vagy pedig hát az, hogy mondom, lokális kiszolgáltatott emberek elérésére tudjanak ilyen állami kis dolgokat mutogatni, hogy igen, mi hivatalosak vagyunk, mert itt a papír, tessék látni, ez. Komoly ambíciók, trollok, lefizetettek, szentörülteken, mind ez is van, az is van, teljesen színes a teríték. Kell-e kidolgozott program egy párt sikeréhez, ez még felmerült bennem, szerintem nem, tehát hogy nem az elsődleges fontosságú dolog a program létezése, de ahhoz fontos, vagy legalábbis mindenképp figyelembe érdemes venni, hogy van-e program, hogy egy komolyságot, egyfajta
egyfajta hozzáértési mutatót lehet, hogy le lehet belőle vonni. Mi a biztosítékra, hogy véghez vihetőek a programok, vagy kormányra kerülés esetén ezek tényleg megvalósulhatnának, semmi biztosíték nincs senki részéről, és a kormányra kerülés esetén ugye megvalósításról nem szól. Tehát egy program, egy nyilatkozat, egy se, az 55-ből a küszöb feletti pártok se írtak olyat, hogy mit, hogy csinálnának úgy igazán pontról pontra szakértői bevonással. Itt megjegyzem, hogy azóta a kutyapártnak, persze minden szentnek maga felé nyúlik a keze, a kutyapártnak született szakértőkkel kidolgozott tervezete több is, például a korrupciós ügyek felderítésére, meg a szociális témákban is, ugye, Veronika Javlicski, ha rosszul mondom. Tehát, hogy ezt elmondom majd, hogyha a végére értünk, jó? Mondunk dolgokat, hogy mit, hogy csinálnánk. És akkor a kedvenc kérdésem az, hogy amúgy szerintetek meg mit kellene változtatni a magyar szociálpolitikában, meg úgy ámblok, hogy érvényes-e ez a sorrend, amit mutattam, hogy tényleg ezek a legégetőbb problémák, vagy igazából nem ezek, vagy nem ilyen sorrendben, vagy valami más a legégetőbb probléma, és erre van-e ötletetek, hogy ti hogyan valósítanátok meg bármit? Kérdezhetek? Bocsánat, sziasztok! Hello! Sziasztok, bocsánat, én sajnos későn csatlakoztam be, de úgy érdekelne, hogy tehát sokszor kiemelted ezt azt, hogy politikai aktivitás, hogy tapasztaltál politikai aktivitást, nem tapasztaltál politikai aktivitást, hogy hol vagy hogyan határozod meg ezt, akár itt a tudományos részét is ennek, hogy mit értesz az alatt, hogy politikai aktivitás? Most ez az ELTE szociálpolitika tanszék, ahol így együttműködtem az oktatókkal, ott az a hivatalos megfigyelés, hogy online, a COVID óta online is, de régebben csak az offline, valós emberi találkozók születnek-e, ilyen fórumok vannak-e, rendszeresen vannak-e ilyenek, illetve ugye akciók, demonstrációk számítanak ilyenek, demonstrációkon való megkülönböztetett jelenlét, tehát kirakják a kis zászlót a tüntetésen, hogy mi ezek vagyunk, és igen, és demonstrációk, ilyen megkülönböztetett vezető alakok nyilatkozatai születnek-e a médiába, bekerülnek-e esetleg televízió, vagy csak valami kisebb felületen van-e elérésük, ilyeneket kerestem. Köszönöm szépen. Illetve több helyen még a pénzmozgásnak is utána mentem, de az megint már egy másik ilyen rész, az még egy másfél óra lenne, de az még, hogy ki az, aki használ a tehát kormány adófizető forintokat használ dolgokra. Ez ugye nagyon-nagyon nehéz, de néha lehet így látni egy-két ilyet online is, így nyilvánosan. Köszönöm. Uh-huh, tehát a skandináv rendszert lenne érdemes. Nem vagyok a skandináv szociálpolitikai, de cseten született egy hozzászólás, skandináv szociálpolitikai irányoknak a szakértője náluk, mi van az elsődleges hangsúly, inkább a munkaközpontúság, inkább a közjó eloszlásának a mássága, vagy mire gondolsz? A felvétel kedvéért mondom, így már lehet, hogy könnyebb lesz hallgatni, hogy magas foglalkoztatottság és erős szociális háló, amit Krisztina mond, hogy ennek a skandináv jóléti rendszernek a és ezen az úton elindulni ez lenne szerinte értelmes, érdemes. És akkor még mondja azt valaki, hogy most azt látni, hogy az állam lemond minden állami feladatáról, lásd állami gondozásról szóló törvényt is átírták. Szerintem csak olyan államnak van léthez való joga, ami szociálisan érzékeny, és a társadalmi mobilitást elősegíti, és támogatja a rászoruló rétegeket. Igen, ez nekem a liberálisoknál erősen eszembe jutott, hogy ez a, mit is írtak a állampolgári öngondoskodás, hát ez most így a szociális törvény átalakításával nagyobb hangsúlyt kapott, de nyilván ez irónia, tehát ők is másra gondolhattak. Igen, hát ugye ez érdekes, hogy a liberális demokraták, a bőszanet pártnál is előjött az öngondoskodásra való hangsúlyhelyezés, tehát ez is egy olyan toposz, ami azért elő-elő mászik, hogy lassan az állam
gondolom az államszocialista hagyományokat most már felejtve így 30 évvel a rendszerváltás után elkezd kivonulni, mint egy ilyen lábúj hegyen a szociális szférából, és bizony szinte teljesen a civil szervezetekre terheli ezeket a súlyokat, illetve az egyénre, illetve az egyén családjára, ugye a akár ha van kérdés a szociális törvénnyel kapcsolatban is, igazából eléggé képben vagyok, mert egy komolyabb hangvételű írás nem született róla az elmúlt hetekben, amit elfogadtuk, úgyhogy arról is nagyon szívesen válaszolok, ha valakit ez érdekel, de tényleg itt igazából bármilyen ötlet, észrevétel, teljesen elméletekről van szó, meg ugye nem lehet ezek alapján, nem lehet kijelenteni senkire semmit, én se bocsátkozom ilyesmibe, hanem csak azt tudom elmondani, amit találtam, amit láthattunk, amit alapos kutató munka nyomán megismerhetünk. És mi számított komolyan vehető, vagy kidolgozott programnak? Tehát, hogy honnantól komolyan vehető, vagy vannak kritériumai? Az elején mondtam a módszertan, de mindjárt... Ja, bocsánat, igen, ez az, amiről lemaradtam valószínűleg, akkor visszanézem majd a nem akarok... Nem volt egy nagyon bonyolult, tehát hogy viszonylag egyszerű módszertanra hagyatkoztam, pusztán empirikus kutatás, forrásokat néztem elsődlegesen hivatalos honlap van-e, vagy nem honlap, hivatalos felület, vagy külső hivatkozások. Most látjátok a képernyőm, ugye? Igen. Külső hivatkozásokban megjelennek-e, illetve mit lehet tudni róluk? Itt az agyukössze.hu, ami fontos, mert azon mindegyik rajta van. A pénzt adakozni mindegyik szívesen fogad, az összes bejegyzett szervezet, még ha nem is csinálnak semmit. Releváns információ látható az, hogy van-e program, így van-e kiírva, hogy program, vagy csak valamilyen ilyen egyéb rejtett utakon, illetve azt figyeltem még, fel kellett talán tüntetnem, hogy cselekvés van, hát a találkozót szerveznek-e valami fórumbeszélgetés, aktív, ilyen rendszeresen ismétlődő akciók esetleg, tüntetéseken részt vettek-e, ugye a 2022-es év gazdag volt tüntetésekben, a katatüntetésektől elkezdve a tanártüntetéseken át, és ezek alapján értékeltem, hogy akkor megadom-e nekik a létjogosultságot, vagy nem. De te akkor a programnál magánál csak azt nézted, hogy van-e valami, igen, amit úgy hívnak, hogy program, valami igen, dokumentum. Igen, igen, és hogy ebben milyen állítások szerepelnek. Ugye? Ja, tehát akkor az állításokat magukat is megvizsgáltad. Már egyet másiknál láttam, hogy felsoroltad, igen, csak hogy, tehát, hogy kritériumrendszer valahogy ki lehet dolgozni szerinted erre, hogy állítanak valamit, hogy az nevezhető-e komolynak, vagy csak valami ilyen kis alibi, vagy nem. Szerintem lehetne szűkíteni a kutatást arra, hogy akkor a programot értékeljük, ezt mondjuk úgy látnám megvalósíthatónak, hogy hát nem is tudom, tehát környező országok működő programjait is ilyen górcső alá helyezni, vagy pedig az elmúlt évtizedek Magyarországon működésben lévő dolgait megnézni, és akkor ahhoz mérten, és annak azoknak a statisztikai adati alapján tovább vizsgálni, hogy egy-egy mondás vajon megvalósítható-e, de ez is egy erős, elég erősen találgatós terület lenne. Azt hiszem, ilyen programvizsgálatot legjobban úgy lehet, hogy tényleg egyetlen egy dologra revetítve, és akkor annak az összes aspektusát, de az, hogy egy nagy átfogó program, mint olyat vizsgálni, az egy hat, az túl nagy valószínűleg. De az, hogy mit tudom én, a nyugdíj korhatár emelése, mint olyan, hol jön elő, milyenek a most lévő törvénykezések, mi az, ami mi működik, hogyan működik, jó rosszul, esetvizsgálatok, precedensek, az talán lehetséges. Mondtad azért így konklúzióként, hogy az, hogy megvalósítható-e, illetve hogy megvalósítja-e a párt, az ugye ebből azért a szövegezésekből nem olvasható ki. Igen. És az nyilván elég érdekes, hogy eleve itt nagyon kicsi pártokról van szó, tehát hogy ők hogyan lőjük be a mozgásterünket, és
azon túl, hogy hogyan lövik be a pártok a mozgásterüket, mennyire tudják, és mennyire tudható az, hogy pontosan mi lenne egy megoldás. Tehát azért egy akcióterv erre az kell, hogy így az egész infrastruktúráját ennek ismerd, akár be is tud mutatni az állampolgárok számára, hogy ők is azt értsék, hogy miről szavaznak, és hát ahogy te is mondtad, azért egy ilyen leírásból ezek ilyen, ilyen remények, vagy jól hangzó, kellemes, nyilván kellemesnek és jónak gondolható törekvések, de hogy mennyire van kidolgozva arra, ez nem ad garanciát, ez a fajta pártprogramosítás úgy általában. Bocs, egy picit visszatérek itt a moderációhoz, mert hogy itt vitatkoznak, kérdezgetnek emberek arról. Ugye az most már itt is előjött az, hogy hát igen, tök jó ez az öngondoskodás, meg ez a liberális szemlélet, hogyha most így nevezzük, ami ebben a szociális törvényben is kihangsúlyozódik most, de hogy közben fizetjük az adónkat. Tehát, hogy az, hogy most egyre inkább kivonulna az állam ebből a feladatállátárból, azt hiszem kicsit ilyen groteszk dolog, mert hogy az adónak már eleve van egy olyan funkciója, ahol te is hozzáteszel ahhoz, hogy ezt a gondoskodást ezt valahogy részben közösen valósítsuk meg. Itt írják, hogy... Egyrészt szeretnék, igen, hogy beszélj egy picit erről a szociális törvényről, hogyha van ehhez kedved, az tök szuper lenne. Aztán a kutyapártos részről, meg az, de te nem kifejezetten a szociális program meglétével hoztad összefüggésbe a következtetéseidet, hanem hogy, hogy ezek a kritériumok, ezek így vannak-e. Megint kihangsúlyoznám, hogy itt még benne van a kritériumban a cselekvés és a kutyapárt. Igen, azt leírtam, hogy a háború is békében nincsen szociális program, de a kutyapárt cselekszik, és rendszeresen, és sokat, és látványosan, és könnyen elérhetően, és majdnem... És a Ritának természetesen a Hollórend pártjának a kampánypénzéből nagyon sokat fizettünk azért, hogy ilyen jókat mondjon. De majd röviden elmondom a végén ezt a program dolgot, de itt, amiket mondtak az SZIA-val kapcsolatban, meg itt van egy javaslat is, hogy az SZIA-ból emelnék meg a TB hozzájárulást, ugye kérdezted, hogy milyen szociálpolitikai javaslatok vannak, meg kíváncsiak arra, hogy mit mondanál a szociális törvényről. Akkor egy pillanat, én előveszek egy másik dokumentumot magam számára is, mert fő a pontosság ezt a szociális törvényt, ezt én 20 ezer karakterben írtam a szociális törvényt érintő változtatásokról, és dr. Juhász Gábor ellenjegyezte az én írományomat, és az ő volt dékán, az ELTE TÁTÉKÁN, és az ő nyomán ez egy pontos, jó összesítés, és úgy gondolom, hogy támaszkodhatok saját magam kutatására. Szociális törvény 2022, ugye nagyon fontos tudni, hogy ez egy tervezett módosítás, tehát hogy még azóta se lett bizonyos belőle semmi, ezt érdemes észben tartani, és ennek ezt vizsgáltam. Itt röviden összefoglalva, ugye történelmi háttér az 1989-es rendszerváltás, minden szinte a rendszerváltáshoz köthető vissza, a strukturális átalakításra került sor. Magyarországon a beágyazott neoliberális nevezetű átalakítás lett, és ez a kimondottan a szociálpolitikában érhető úton a legjobban, mert áthelyeződött a hangsúly az államszocialista berendezkedésről, és akkor még a rendszerváltásban nagyon sok civil szervezet jelent meg, és egyfajta ilyen örvendetes állami és civil együttműködést láthatunk kibontakozni, ezt Reskovics Béla alapján állítom. És akkor ez az eredeti szociális törvény, 1993 harmadik évi törvény, az, amit most módosítani akarnak 2022, ugye majdnem 30 év elteltével. Igen, ez a kis történet, mikor fogadták el,
mire alapozzák, az most nem érdekel minket. A törvény célja szó szerint idézve, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyet szociális ellátások formáit, tervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. Egész 142 paragrafusból áll, és ebből a tervezett módosítások csak 4-et érintenek, tehát hogy 142 a 4-hez, az azért az kevés tulajdonképpen, de ezt a módosítási tervezetet is egy salátatörvénybe adták be, tényleg csak így szinte a lábjegyzetből kellett kibogozni, hogy mi történik, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes az egész módszertana is, mind jogilag, mind szociálpolitikai és szociáljogi szempontból. Akkor a módosításra kerülő részek 22. október 18-án az országgyűléshez lettek benyújtva, ez a T per 1620-as számú törvényjavaslat, ezek száraz adatok, és a 2-es, a 66 per A, a 92 per D és a 16-os paragrafuson belül 25 darab alparagrafus szövegi módosítás kerül. Akkor a 2-es paragrafus az kapta a legnagyobb figyelmet így a hírek felröppenésével, ez az, ami úgy hangzott eredetileg egy mondat, hogy a szociális ellátás feltételének biztosítása az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek tagjaikért viselt felelősségén túl az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Ebből lett egyetlen egy mondat, ajánlom mindenkinek a NetJogtárt, amúgy ez egy nagyon megbízható oldal, de itt van, ha... a módosítás dátum. Tehát majd, ha önkormányzati képviselők lesznek, akkor kikerülhetetlen állandóan a NetJog terológia. Ja. De mutatom nektek, hogy ez a 2-es paragrafus hogy szólt eredetileg. Itt a törvény célja, amit felolvastam. Mindenki felelős önmagáért. Köszi. Mindenki felelős önmagáért. És itt ez a szintezést érdemes figyelni. Jaj, de ez már a módosított szöveg. Na, frissült a NetJogtár. Aha, ezért érdemes az irodalmi jegyzékbe, és mindenhol feltüntettem, hogy én mikor néztem. Amikor én néztem, még nem ez volt. Ezek szerint életbe léptek a módosítások. Ez most nekem is egy új fordulat, elnézést a téves információért. De akkor eredetileg, ami volt, az az, amit az előbb felolvastam, azt szerencsére kiírtam, hogy az egyének önmagukért, családjukért, helyi közösségek tagjaért viselnek felelősséget, a többiért az állam és az önkormányzat. Ezt kell figyelni. És akkor a módosítás szerint az elsődleges az egyén, mindenki önmagáért, pont. Utána a család, ha gondoskodni nem képes, család, rokonok, stb., akár a rokontartást is lehet életbe léptetni, ugye pár éve elfogadott ilyen újdonság, hogy rokontartást lehet perelni. Harmadik szintként lép be az önkormányzat, tehát a lokális. Negyedik szintként lépnek be a települési önkormányzatok. Nem? Várjátok, bocsánat, tényleg pillanat, most ezt így ilyen hirtelennyében veszem itt fel a fonalat. Első család, barátok, szomszédság, szociális, másodlagos, központi hatalom, és utána két lépcsőfok volt eredetileg, és ezt ötre bővítették, tehát megjelent a harmadlagos, mint települési önkormányzat, negyedleges a karitatív szervezet, és a karitatív szervezet kifejezés az általánosan így gyakorlatban a szociális szférában az egyházi és civil szervezeteket jelenti, sőt, mint láttam, most már egyházi és civil szervezetekként lépett életbe, tehát folyamatosan ez egy januári iromány az enyém, és azóta a szöveg módosításra került, úgyhogy szinte lehetetlen lépést tartani a szociális joggal, rendkívül aktívan izzó terület amúgy, és csak ötöd részen lesz felelős az állam, működési keretében biztos, az állam is település, hogy még egyszer a települési önkormányzat, tehát az állam még egyszer azért így lenyomja a felelősséget a települési önkormányzatra. Ez ugye két lépcsőből öt lépcső, ez egy elég nagy ugrás, az, hogy gyakorlatban hogy jelenik meg, és milyen kapacitás van erre, hogy arról meg szinte nincsen szó, azóta sincs, semmi tájékoztatás, semmit nem lehet tudni. Van a 66 per A paragrafus, amikor az 5-8 bekezdéssel egészül ki,
maga a paragrafus a fogyaték, a pszichiátriai vagy szenvedélybetegek szakosított ellátásáról szól, és a kiegészítések ezekre a képzésére vonatkoznak, új jelentkezési formákat hoztak szabályozásba, valószínűleg valaki ebből jobb fog járni, hogy ezt az új jelentkezési szabályozást felülvizsgálja, lekodolja, a weblapot megszerkeszteti, tehát ezt így kell elképzelni, azért van értelme, mert így munkát ad valószínűleg olyan embereknek, akik már előre tudják, hogy ezt a munkát meg fogják kapni, de ezt mondom, ez csak feltételezés, illetve megkötik az online felületen való jelentkezés biztosítását, továbbképzési lehetőségeket szabnak meg, és a nyilvántartásba feljegyezendő adatok listája például bővült, tehát azt hiszem most már a személyi számot is fel kell venni, és a törlési kötelezettség kritérium is változtak. Akkor a következő paragrafus, a 92 is D, a személyes gondoskodás nyújtó szociális gyermekjólét és gyermekvédelmi tevékenységet végző, valamint a javító intézetbe szakmai munkakörbe dolgozó és képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyekre vonatkozik, tehát ez is főleg a szociális munkásokat érintő, ugye szinte a, jaj, ez nem biztos, hogy elfogadott vélekedés, de talán a szociális ellátórendszer fenntartó legalsó rétegről beszélünk, ha a szociális munkásokról beszélünk, akik tényleg a vállán cipelik az egész gépezetet, őket módosítgatták össze-vissza. Itt is a jelentkezési feltételek, az online, offline, kijelölés, felvételi mód, nyilvántartásba feljegyezendő adatok ilyenekben módosul, és az ötödik pontja, a 16-os paragrafus, az 25 darab ilyen különálló kis szöveges változásból áll, de azért vettem együtt, mert itt pedig egy fogalmi változás történik, az, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb kifejezés, ez az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb értéke, ehhez számították a szociális támogatásokat, ehhez számították a nyugdíjat, ez egy, az biztos információ, hogy a szociális támogatás mértékét mérték hozzá, csak nem tudom, hogy még mit mértek hozzá, de volt öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb fogalom, és ezt szociális vetítési alapnak nevezik át, és ez a 25 pont, ez főleg ennek a fogalmi változásnak a taglalása, tehát mindenhol, ahol az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb kifejezés állt, szociális vetítési alapkifejezés fog állni. Ez ugye faramúci fogalmi kérdés, ez a jogvilágában nagy különbségeket tud jelenteni, hiszen itt felvetődhet az a kérdés, hogy akkor ez most egy abszolút szociális biztonsági témát, keretrendszert visz tovább, ami ugye az alap életminőséget alanyi jogon kell, hogy biztosítja az állampolgároknak, vagy relatív biztonsági keretrendszerbe megyünk át, ez egy ilyen átmenet a jelenlegi értelmezés szerint, ami ugye mindenféle kritériumokhoz kötve biztosít szociális juttatásokat, ez is a vetítési alap, mint olyan erre utal. És még volt egy fogalomváltozás. Igen. Nem, igen. Az én megfogalmazásomban ez egy ömlesztő felterjesztett semmiségnek tűnő pár szó, de ez az összeg a rendszerváltás óta bevett módon elsődleges viszonyítási alapként szolgál a többi szociális juttatás meghatározásában. Másrésztről a fogalomváltozás nem feltétlenül jelent összegváltozást, az alaphoz nem társul még semmilyen meghatározott forintérték, így a gyakorlati kimeneteléről nem lehet egyelőre mit következtetni. Ez a módosítás pusztán tényszerűen szól az adott szavak kicseréléséről, ezt az állításomat azóta is tartom. Mondom, ilyen gondolati, logikai bukfencekkel erre kell következtetni, hogy akkor ez a kétféle szociális biztonsági megközelítés közül eldőlni fog, hogy melyik irányba megy Magyarország, mert 1989 óta ez nem egy lezárt vita volt, hogy most abszolút vagy relatív szociális biztonság felé menjünk, de nagyon úgy néz ki, hogy a relatív felé billen a mérleg, ez ugye
előfeltételezi a magánszektorok megerősödését, ezt már látjuk akár az egészségügyben, hogy a magánegészségügy, a magánoktatás is megerősödik. Ami probléma például itt, hogy ez magával a béremelkedésekkel nem jár, nagy társadalmi rétegeket nem érint, tehát hogy sőt, kirekeszt tulajdonképpen bizonyos. És szerintem ez a téma, ez azért elég tág ahhoz, hogy esetleg még egy másik alkalommal így részletekben is visszatérjünk rá. Összefoglalásként, tehát hogy itt fogalmak változnak meg, akkor neked mi erről a meglátásod az alapján, hogy utána jártál, hogy ezek tényleg technikai módosítások, vagy tényleg lesz tartalmi változás emiatt? Amit az előbb elmondtál. Én mondjam, az én véleményem, az most jelenleg a szakmai vélemény az, hogy annyira bizonytalan az egész, hogy a 20 éve, 30 éves kipróbált szakemberek se tudják megmondani, hogy ezek mit jelentenek a fogalmi változás a gyakorlatban, hogyan tud egyáltalán megvalósítani a gyakorlat, a már 93-ban megfogalmazott törvényhez képest sem úgy működik, mert nagyon sok egyszerűen fizikai lehetetlenség van, erőforrásbeli hiányosság van. Bocsánat. És a legnagyobb félelem pedig az, hogy ez büntetéseket fog maga után vonni, és ilyen eszközt ad a mindenkori hatalom kezébe, hogy egy olyan emberekre jóljon még több büntetést, extra terhet, akik már a mostani terheket sem képesek cipelni, mert se megfelelő eszköz, se megfelelő anyagi forrás nem áll a rendelkezésükre. De összességében a teljes bizonytalanság állapotában van a szociális jog ezekkel a változásokkal kapcsolatban. Érdekes, hogy most fogunk mi is szavazni egyébként önkormányzati rendeletmódosításokról, ami ezeket a fogalmi változások miatt következnek be. Érdekes, hogy ezen a szinten bármilyen lehetősége van-e a helyi közhatalomnak. Gondolom, hogy több támogatást kapjon, csak több felelősséget fog kapni. Igen, ez érdekes. Attila, nincs kedved elmondani ezt, amit itt írtál, hogy ilyen vizualizációk online felületen lehetne nyomon követni az adóbevételek és annak felhasználásának az alakulását? Nem tudom, tehát igazából esik egy ötletem, és eddig még rá sem kerestem a neten, hogy van-e már ilyen, de gondoltam, hogy van. Tehát, hogy mondjuk egy multicégnél ott a pénzügyi tervezés, meg a költségvetés követése, az úgynevezett számadás, az már így történik évek óta, hogy ilyen Power BI, vagy Microsoft, nem tudom, micsoda BI, tehát hogy ilyen business intelligence túlokkal, mi ugye ott van a rengeteg adat, ilyen adat, vagy ilyen táblázat szinten, hogy hová mi ment el, és akkor abból lehet készíteni ilyen egymásra rétegesen épülő vizualizációt, és akkor össze lehet végül is gyűjteni, magas szinten is lehet nézni, meg le tudsz így menni egész alacsony szintekre, így kikattintva. Ezt ilyen drill down-nak hívják abban a BI-os szakirodalomban, tehát le tudsz menni egészen az égeket, hogy meg tudod nézni, hogy mennyi pénz megy szociális ellát. Milyen adóbevételek jönnek be, A oldal, B oldal, milyen kiadások vannak, mondjuk szociális kiadások, és akkor hajléktalanokra utána le tudsz menni, hogy itt, hogy melyik város, melyik intézmény, adott esetben még az intézményen belül is le tudsz menni, tehát hogy ami adat rendelkezésre áll, azt szépen betolni egy ilyen nagy vizualizációba, és akkor gyakorlatilag így bárki transzparensen áttekinthetően meg tudná nézni. Nem az lenne, hogy ilyen az adatok fele érhető el, ilyen teljesen struktúrálatlan táblázatokban, meg PDF-ekben, meg beszkennelt dokumentumokban, meg vissza-vissza. Tehát, hogy abszolút nem átlátható az, hogy milyen pénzek jönnek be, meg mit mennek ki mire, holott az egészet így be lehetne tolni egy darab ilyen BI vizualizációba, és ott bárki végig kattingathatná, ami érdekli és áttekinthető módon. És ennyi. Tehát, hogy én egy ilyet szeretnék csinálni, hogy ez lenne szerintem a normális a mai technológia mellett, hogy egy állam így
bemutatja, hogy hogyan kapja és költi a pénzt. Gyakorló terepként ajánlom az önkormányzatok költségvetését, mert ott is mindenféle táblázatokkal és dokumentumokkal szoktunk volt dolgozni természetesen. Hát ez nyilván egy veszélyes transzparencia lenne, amit te most mondasz, úgyhogy ilyen tekintetben érdemes. A számára értékteremtő. A transzparencia az mindig veszélyes egy szűk rétegnek, viszont értéket teremt a nagy többségnek. Általában ez a... Magvas gondolatok, akár csak egy pártprogramot, mintha egy pártprogramot hallanánk. Nem az életem, még. Igen, mindenki mehetne börtönbe. Van-e még valamilyen kérdésetek? Most körülbelül 10 perc maradt az időnkből, vagy Rita szeretnéd lekerekíteni? Én még csak pár fél percet mondanék majd arról, amit beígértem. De mondjatok még gondolatot, kérdést, hogyha felmerült. Illetve ha arra van igény, nyugodtan, aki szeretne engem megkeresni, hát én nagyon szívesen, akár itt személyesen is, meg a saját dolgaimat külső használatra nem küldöm, de így belső használatra megmutatom, elérhetővé teszem, ha arra van igény. Meg nagyon szeretek ezekkel a témákkal foglalkozni, és tényleg eléggé belástam magam, úgyhogy ha valaki szeretne róla beszélgetni, azt keressem, mert alig várom, hogy mondhassam a magamit. De ha nincsen kérdés, több. Csak visszajelzés, hogy tök jól összeszedted ezt, és szerintem ez nagy értéket teremt Magyarországon, mert egyben így még szerintem senki nem szedte össze, vagy hát nem láttam ilyet. Köszönöm szépen. Akkor lekerekítésnek én annyit mondok, két dolgot nagyon fontosnak tartok, még a szociális törvényhez, amit szeretném, ha elvinnétek magatokkal, az egyik a szubszidiaritás elve, ezt így megegyezni, mint kifejezés. A szubszidiaritás elve az a társadalmi tanítás egyik fontos alapelve, és a mindenkori szociáljognak az alapvetése arról szól, hogy a problémákat ott kell kezelni, ahol azok keletkeznek, és a legjobban lehet ezeket kezelni. Ilyen szempontból például az önkormányzati és a lokális felelősségvállalás szociális területen szerintem amúgy egy támogatandó dolog, és ez nem feltétlenül probléma, ha kihangsúlyozásra kerül, hiszen az egész szférának az alapvetései közé tartozik, mert a legjobban azt tud segíteni, aki ott van közel és ismeri a szituációt. A másik pedig egy érdekes dolog, ha figyelitek a kormány kommunikációt, ott következetesen a szociálpolitika gondoskodás politikaként kezdett megjelenni, már nem mondják ki ezt a szót, hogy szociálpolitika, és helyette csak gondoskodás politika szerepel. Ezen talán este így érdemes mindenkinek elgondolkodni, hogy mit jelentett egy ilyen fogalmi változás, melyik mit akar, mivel kapcsolatos, tehát ezt ehhez. A törpepártos előadásomhoz meg annyit mondanék, hogy a következőkben én valószínűleg folytatni fogom a törpepártok megfigyelését, vagy így a kutatgatását, és azt tervezem, hogy egy nagyobb hangvételű, akár szakdolgozat is fog születni a témába 2024-re előrevetítőleg, vagy pedig 2026-ra, az is lehet, hogy a kettő az egybe fog megjelenni, és amennyiben tudom, több konferenciára is frissítve hasonló, szűkített aspektusokból fogom vinni. Az, hogy ebből egy nagyobb, még nagyobb hangvételű doktori valami szülessen, az is elképzelhető, de most ilyen megbeszélések alatt vagyok még a témában, ez ilyen 4-5 évre előre, de ha megfelelő támogatás, konzulánsi hálót össze tudom szervezni, akkor akár ilyen könyvformátum is a protestszavazásról, törpepártokról, kis háttérben szorult politikai lehetőségekről, aktivitásokról, hogy Magyarország tekintetében fog születni. Majd arról úgyis mindenhol mindent fogok értesíteni, meg mindenkit, úgyhogy ennyi, de hogy ez nem lesz ennyiben hagyva, lesz folytatás. És tényleg köszönöm, hogy eljöttetek, és amennyiben ilyesmi témák még érdekesek lehetnek, lehet, hogy máskor is fogok ide jelentkezni, ezt majd még Veronikával megbeszéljük. Köszi szépen, én is nagyon köszi az előadást, Rita, és mindenkinek a figyelmet, hogy egészen ideig így velünk maradtatok. Mondtam, hogy be fogom írni a chatre, úgyhogy ezt most megcsinálom.
az e-mail címemet, amit azért teszek meg, hogyha, jól írtam, igen, hogyha van kedvetek a népfőiskolával kapcsolatban ötletelni, vagy a szervezésben részt venni, hogy legyen még több ilyen előadás, és hogy egymást tanítsuk, ez a fő cél kitűzés, akkor köszi, hogyha megkerestek. És csak annyit akartam még elmondani, hogy 2022, azt mondtam a Ritának is, amikor így jött, hogy hát nincs programja a kutyapártnak, most így zanzásítva kb., hogy 2022-ben pont az a rettentően ijesztő dolog történt a kutyapárt életében, hogy ilyen leírt és témákra bontott programokat csináltunk, ráadásul a nyilvános honlapra is kitettük, így a kutatók figyelmébe ajánlom. Hát az egyiket, amit idéztél is, ez a, hogy a politika az, várjál csak mindjárt is, hogy jól idézem, én írtam egyébként ezt a programot éppen, úgyhogy jó, hogy tudom, hogy mi van benne. Ez, hogy a politika egy fogyasztható termék helyett egy csinálható eszköz legyen, hát ez egyértelműen az alulról szerveződő részvételiségi, szociokratikus demokráciát, a deliberációt, stb. Ezeket a szuper szavakat majd megnézitek a Wikipédián. Ösztönzi jelenti, de egyébként három olyan téma programot dolgoztunk ki, volt több is egyébként, például a marilizációról, az most még nem lett így kidolgozva, de a választásokig három témát kidolgoztunk, az egyik a közbeszerzési rendszer újragondolása, ezt ajánlom a figyelmetekben, mert van egy rövidebb verziója is, meg egy hosszú szakmai anyag is, amihez tartozik, és ha már itt programról, szakpolitikáról beszélünk, szóval itt azért tényleg mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldalról felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók segítségével dolgoztuk ezt ki, tehát még csak nem is a saját kis ujjacskánkból szoptuk, természetesen az önkormányzati munkánk során felmerült tapasztalatokat így a saját bőrünkön, azt is beépítettük ebbe. Tehát ilyen tekintetben is releváns, hogy elkezdtük csinálni ezt a dolgot, és aztán utána írtunk belőle egy ilyen szöveget, meg javaslatokat. Aztán az átláthatóság és felelősség, azt fogjátok még találni a programoknál, és ezt az aktív állampolgár programot, ami meg hát leginkább a részvételiséggel kapcsolatos programok, amiket mik azok a kezdeményezések, amiket támogatnánk, illetve mik azok, amiket mi már magunk is művelünk. Hát az egyik ugye ez a népfőiskola egyébként pont, amin most itt vagyunk, ami arról szól, hogy részvételi alapon egymással megosztjuk a közösségben lévő tudást, és ez egy teljesen nyílt rendszer. Nem elzárni próbáljuk az információt egymástól, hanem abban bízunk, hogy minél szélesebb körben megosztjuk, annál jobb megoldások születnek. Tehát nem az információ elzárásból származó előny alapján szeretnénk rendszereket építeni, társadalmat, se kis közösséget se, hanem pont a nyílt információ. A kapitalista rendszerben ez egy eléggé hát ilyen ellentétes gondolat, mint ami most így dívik. A szociális dolgokkal kapcsolatban én két dolgot szeretnék így kiemelni, hogy a mi politikánknak, én állítom, hogy ez politika, bár ugye a hagyományos politikát inkább kommunikációs hatékonyság szempontjából szoktuk azt hiszem így megközelíteni, vagy ez az általános, de hogy szerintem egyrészt a sorstárs segítés, mint elv, az nálunk egy fontos elem. Említetted például ezt a nyugati téren a Help Sátor akciót, hát ott is volt egy aktuális helyzet, érkeztek a menekültek, és azonnal látszott, hogy a civilek, civil szervezetek, és az ilyen alapon működő párt, például mi, például, ugrott, és elkezdte ezt megszervezni. És mi arra szeretnénk ösztönözni leginkább embereket, hogy szervezzék meg önmagukat, és úgy látjuk a pártoknak a létjogosultságát, hogyha erre eszközöket biztosítanak. Ami annyi értelemben nem eretnekség, hogy ezeket az eszközöket, meg ennek a finanszírozását, mert eleve javarészt az államtól kapják. Tehát, hogy ugye az állami támogatás, amit a pártok kapnak, meg a kampánytámogatás. Az pedig, hogy akkorákat lépjünk, és akkorákat tegyünk, amekkorák vagyunk. Ez szerintem nálunk szintén nagyon fontos, és
ebben a tekintetben is érdekes, ez most előkerült a többi programnál, hogy érdekes megnézni, hogy tényleg valóban megvalósítható-e, illetve értelmezhető-e sokszor egy olyan program, amit egy akkora párt úgy leír. És a mi esetünkben szerintem az egy nagyon fontos törekvés, hogy mi nagyon próbáljuk ennek az összhangját megtartani. Ez is lehet egy törekvés pártoknál, hogy annak a kedvéért, hogy egy szélesebb tömegnek kellemesen és vonzóan hangzó üzenetet adjunk, ehelyett, tehát ezt a kommunikációs előnyt beáldozva nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tartalmat azt felelősen tudjuk vállalni. Az meg akkora szinten tud hiteles és vállalható lenni, amekkorák éppen vagyunk. És ez nyilván a kommunikációs versenyben egy ilyen diszkrepanciát tud okozni, de hogy, és igen, hogy ebből mi található meg leírva, és mi az, amit mondjuk az állampolgárokkal együttműködve, civil szervezetekkel egyébként az ő tevékenységeiket kiemelve, bemutatva, erősítve, mondjuk például a Rózsa Sándor pályázaton keresztül, ahol a kampánypénzt pályáztatjuk meg, civilek, civil szervezetek, egyébként vallásos szervezetek részére is. Igen, tehát, hogy ez ennek a módja. Most ez egy jó kis kutyapárt reklám volt itt tulajdonképpen, de egyrészt, hogy kiegészítsük a kutyapártos részletet, másrészt pedig, hogy a civilség és politika rovatunkban a Népfőiskolánál szeretnénk a továbbiakban is veletek arról vitatkozni is, meg azt bemutatni, hogy a mi politizálásunk az hogyan néz ki. Tehát én szerintem önmagában az, hogy ezekről leírások születnek, és hogy erről beszélünk, az egy jó dolog. Fontos szerintem figyelni, hogy a cselekvés, meg a valódi vállalható, felelősen vállalható tartalom, meg a duma és az írás, az mennyire tud összhangban maradni. Önmagában egyébként az utolsó gondolat, nekem nagyon sokáig borzasztóan idegen volt az, hogy ilyen programokat, mi is így írtunk programokat, mondtam, hogy te jó ég, mi lesz itt, most már teljesen kifordulunk önmagunkból. De önmagában egy kicsit megváltozott erről a véleményem, mert az, hogy egy program, vagy egy ígéret van egy párt részéről, vagy egy politikus részéről, azért azt is tényleg tudja jelenteni, hogy ő mennyire jól mérte fel a saját mozgásterét, mennyire jól mérte fel a szükségleteket és az igényeket, és azt a terepet, ahol ő dolgozni kíván, parlament vagy önkormányzat, és aztán mennyire tudja ezt beváltani. Tehát ez egy lehetőség az állampolgárnak, hogy őt számon kérje aztán. Úgyhogy egy picit nekem megváltozott a véleményem arról, hogy egy ilyen politikai ígéret, meg egy program, az mennyire csak egy ilyen pamfletizált, semmit mondó, vonzónak látszó valami tud lenni. De azért elég nagy kultúraváltásra van valószínűleg szükség, hogy a kommunikáció elsődlegességéből visszatérjünk oda, hogy ellenőrizhető legyen az, hogy meg is tudja valósítani, hogy csinál-e már egyáltalán bármi hasonlót, tehát bármire tudja elapozni. Februárban, meg majd nézhetitek a naptárunkat, februárban is több előadásra jelentkezünk, lesz szó oktatáspolitikáról, ugye a tüntetések kapcsán is lesz szó önkormányzásról és költségvetésről, és Mohácsra is gyertek busójárásra. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, és gyertek legközelebb is. Na, sziasztok!